Sziasztok! A mai videóban ismét megmutatom nektek, hogy mi van a postaládámban, vagyis hogy milyen újdonságok érkeztek hozzám mostanában tesztelésre, illetve kipróbálásra. Most is szeretném felhívni a figyelmeteket arra, és ebben a videóban is el fogom mondani, hogy ezeket nem azért mutogatom nektek, hogy felvágjak bele, hanem ezeket nem szeretném egy ilyen szerzeményes videóba beletenni, mert nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy ezeket én vásároltam, hanem így tudjátok, hogy ezeket a termékeket cégek küldték nekem tesztelésre, illetve kipróbálásra, tehát nem én vásároltam őket, illetve így azt is tudhatjátok, hogy mondjuk az elkövetkezendő hetekben milyen termékekről várhattok bejegyzést a blogon, illetve az is előfordul, hogy majd különböző kedvences vagy elfogyottas videóban is felbukkannak valamint. Ebben a videóban lesz egy nyereményjáték. A videó végén, illetve a videó alatt a leírásban meg fogom nektek adni, hogy pontosan milyen nyereményekért játszhatok, illetve milyen feltételek mellett, de kell majd egy kérdésre válaszolnotok, amit valahol a videóban rejtettem el, tehát a nyereményjátéknak ez lesz az egyik feltétel, hogy válaszoljatok arra a kérdésre. Úgyhogy, ha szeretnétek nyerni, akkor kénytelenek lesztek végignézni ezt a videót, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele. Az első dolog, ami érkezett hozzám, az a babának az új kényeztető tusfürdője, ami tej és gyümölcs illatú. Én ennek igazából nagyon örülök, mert ha jól emlékszem, az előző elfogyottas videóban is volt egy ilyen körtés, barackvirágos babatusfürdő, és nagyon szerettem vele zuhanyozni, és ennek pedig ilyen narancsos, gyümölcsös joghurt illata van, szóval nagyon kellemes. Ahogy elnézem, ez ilyen krémtusfürdőszerűség, és azokat meg nagyon szeretem, úgyhogy alig várom, hogy kipróbáljam. A következő dolog az a Paco Rabanne Olympia Aqua parfüm. Aki nézte a 2015-ös kedvences videómat, az tudhatja, hogy ennek az eredeti verziója a Paco Rabanne Olympia volt a kedvenc parfümöm 2015-ben, és még most is van belőle, és nagyon-nagyon szeretem, mert szerintem isteni finom illata van. És most kijött ennek az újabb verziója, aminek az üvege egyébként nagyon hasonló az eredetihez, csak annál talán még sokkal szebb. Az illat is nagyon hasonlít az eredeti Olympiához, de talán egy kicsit tavasziasabb és nyáriasabb illat, mint az eredeti. Talán picit édeskésebbnek is gondolnám ezt, de ennek is nagyon tetszik egyébként az illata. Szerintem egyszerűen isteni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezt is el fogom használni. Érkezett még hozzám 3 darab Avon rúzs is, ezek mathatású ajakrúzsok, amikről azt kell tudni, hogy bársonyos formulájuknak köszönhetően simán siklanak az ajkakon, nem szárítják, sokkal inkább hidratálják az ajkakat, és hosszantartó mathatást és erősvedést biztosítanak. 15 vibráló színből áll a kollekció, ez a Red Supreme, ez egy eléggé sötét, bordós, pirosas árnyalat. A másik az Adoring Love, az egy pink, a harmadik pedig a peach, az egy barackos árnyalat. Megmondom őszintén, hogy én annyira nem kedvelem a matt ajaktermékeket, mégpedig azért, mert eléggé száraz és repedezett szokott lenni a szám, és a matt ajaktermékek ezt általában kiemelik, még akkor is, hogyha alájuk hidratálok. Fogok tenni ezekkel is egy próbát, és meglátjuk, hogy mennyire válik be. Lehetséges, hogy fogtok még róluk hallani. Érkezett 2 termék az Eucerintől is, mindkettő 5% ureát tartalmaz. Az egyik az a Complete Repair Lotion testápoló, ez egy illatanyagmentes testápoló, száraz, durva tapintásra és feszülő bőrre. A másik pedig az 5% ureát tartalmazó kézkrém, ami különösen száraz és igénybe vett kézre használható, szintén illatanyagmentes. Korábban az egyik Pixi Boxban volt egy Eucerin kézkrémből egy ilyen utazó kiszerelési termék, és azt is nagyon száraz bőrre ajánlották, és nagyon-nagyon szerettem, mert a téli hónapokban tényleg brutálisan ki tudnak száradni a kezeim, és nagyon jól helyre tette őket, úgyhogy azt nagyon szerettem. Bízom benne, hogy ennek is hasonló lesz majd a hatása. A testápolót pedig szerintem szintén ki fogom próbálni, mert néha a lábamon eléggé száraz tud lenni a bőr, úgyhogy nem árt egy jó kis gazdag tápláló testápoló. A következő újdonságok azok a Maybelline-től érkeztek. Van közöttük 2 új Face Studio pirosító. Az egyik a 40-es Pink Amber árnyalat, ami egy ilyen barackos, kissé barnás, ilyen koszos, rózsaszínes árnyalat. A másik pedig a 60-as Cosmopolitan, ami egy
intenzív pink árnyalat, valamint érkezett még 3 darab Maybelline Color Drama Intense Velvet Lip Pencil, vagyis ezek ilyen rúst szeruzák, ez 3 árnyalatban érkezett. Az egyik a 150-es Fuchsia Desire, ami egy nagyon élénk pink árnyalat. A másik a 410-es Fab Orange, ami egy narancsos piros. A harmadik pedig a 140-es Minimalist, ami így ránézésre is az én kedvencem lesz, ugyanis ez egy rózsaszínes nude árnyalat. És érkezett még 3 darab Maybelline Baby Lips ajakápolói is, ezek a Valentine Kiss Balm verziók, tehát ezek kifejezetten ilyen Valentin napi kiadások. Az egyik az a 15-ös Pomme d'Amour, vagy Amour, ez egy ilyen rózsaszín. A másik az a 16-os Chocolate Kiss, ami egy kissé ilyen barnás árnyalat. A harmadik pedig 14-es Candy Kiss, ez egy világos rózsaszín, csillámosak, de ezen kívül hidratálják is az ajkakat. Valamint a tetejükön ilyen kis szívecske van magának az ajakápolónak a tetején, hát nyilván, hogy elkezdi használni az ember, ez már nem fog látszódni egy videó után, de nagyon cuki. A következő termékek azok a Pupától érkeztek, akik megint nagyon kitettek magukért és rengeteg újdonságot küldtek. Itt van például ez a 3 új BB krém. Az egyik közülük az egy primert tartalmazó BB krém. A másik az szintén ilyen színezett hidratáló, és ez kezeli az ilyen sötét elszíneződéseket a bőrön, illetve tökéletesíti és világosítja is a bőrt. Ez is egyébként olajmentes. És a harmadik, az pedig ugye szintén színezett hidratáló, és ebben ilyen öregedésgátló, tehát anti-aging összetevők vannak, és a ráncok ellen is próbál tenni valamit. Ez is szintén olajmentes, és egyébként mind 3 BB krémben 30-as fényvédő is van, és valamennyi bőrtípusra ajánlják őket. Én egyébként mindegyiket a 001-es nude árnyalatban kaptam meg. Aztán van itt 3 sminkeltávolító is a Pupától. Az egyik az egy kétfázisú sminklemosó arcra, szemre és ajakra. Erre azt írják, hogy a tartós és vízálló sminket is remekül eltávolítja, és természetes hatóanyagokat tartalmaz. Tehát ez kétfázisú, itt látható is, hogy ketté válik, és hogyha összerázzátok, akkor így nagyjából elmerül a kettő. Van még itt egy extra gyors sminklemosó olajzselé arcra, amire azt írják, hogy vízzel érintkezve tejszerű emulzióvá alakul. Hú, ez nagyon ízgén hangzik. Hidratáló hatóanyagokban és rózsavízben gazdag összetétele van. Na, ez nekem azonnal felkeltett az érdeklődésemet, úgyhogy tutira ez lesz az első, amit ki fogok próbálni. Ilyen kis pattintós tetejük van, aminek én egyébként annyira, nem is ennek nem ülök annyira, hanem hogy ilyen flakonban van, amiből attól félek, hogy kicsit nehéz lesz majd kinyomni. Én jobban szeretem az ilyen tubusos dolgokat ilyen szempontból, az illatát azt annyira nem érzem. A harmadik fajta lemosó, az pedig egy hidratáló arclemosó tej arcra és szemre, ebben mandula olaj van egyébként. Ez a sminkeltávolító is a nyereményjáték részét képezi, tehát ez is benne lesz a csomagban, amit lehet majd nyerni ezen a nyereményjátékon. Még mindig Pupa, kaptam még egy Like a Doll púdert is, ragyogó matt finise van, ami egy ilyen érdekes egyveleg, de nekem tetszik, mert én nem szeretem a túlzottan matt bőrt, de amikor ugye az embernek olajosabb a bőre, akkor nem szeretem, hogyha a púder ezt még inkább kifejezi. Ez egy olajmentes termék egyébként, és 15-ös fényvédő van benne. Én a 002-es árnyalatban kaptam meg. Nagyon fényes ezüst csomagolása van. Van benne egy kis szivacs, illetve tükör, és így néz ki egyébként maga a termék. Szerintem ránézésre az árnyalat az jónak tűnik. Mostanában nem nagyon használok púdert, mert hogy sokkal szárazabb lett a bőröm, és így egyáltalán nem igénylem azt, hogy púdert vigyek fel az alapozóra, de szerintem kelleni fog még majd nekem a későbbiekben púder. Érkezett még 2 darab Cover Stick Concealer, vagyis ezek ilyen stiftes korrektorok tulajdonképpen. Ez a 100-as árnyalat, ami egy elég világos szín. Láthatjátok, hogy ilyen kitekerős, tehát nagyon-nagyon praktikus. Ezt egyébként már kipróbáltam a szemem alatt, és egyszerűen imádtam, mert hogy nagyon jó a fedése, de nagyon szépen el lehet dolgozni, nem ül bele a ráncokba,
tartós is, úgyhogy így első benyomásra, az első néhány alkalom, amikor kipróbáltam, nagyon szeretem. A másik pedig a 003-as árnyalat, az egy sokkal, de sokkal sötétebb szín, ami ránézésre korrektorként nekem úgymond használhatatlannak tűnik, viszont arra gondoltam, hogy ezzel mondjuk remekül lehetne egy kontúrozni, mint egy ilyen krémes kontúrstik, úgyhogy szerintem arra tuti, hogy ki fogom majd ezt próbálni. Ezen kívül érkezett még hozzám egy Pupa Vamp szempilla spirális. Nekem van egy ilyen, és nagyon szeretem, írtam is róla korábban a blogon, úgyhogy ezt is ki fogom sorsolni köztetek, tehát ez is megy a nyereményjáték ajándékcsomagába. A következő doboz az a Henkel Magyarországtól érkezett. Több más bloggerrel egyetemben én is kaptam egy ilyen szuper dobozkát. Én a New York elnevezésű dobozt kaptam. És egyébként most fut egy nyereményjáték március 31-ig, és ott a vásárlók között három páros utazást sorsolnak ki New Yorkba, Tokióba és Rióba, és rengeteg egyéb ajándék is gazdára talál majd, úgyhogy ennek be fogom linkelni a weboldalát, illetve a linkjét a videó alatti leírásba, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg, hogyha játszani szeretnétek. És ebben a dobozban rengeteg szuper termék volt egyébként. Itt van ez a fa coconut water tusfürdő, amiben kókusz kivonat van, és az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a kókusz illatú termékeket, és ennek is nagyon jó illata van, kókuszos, de mégsem túl gelj, hanem nagyon friss, úgyhogy ezt biztos, hogy el fogom használni. Mostanában egyébként többször is használtam fa tusfürdőt, és nagyon szerettem őket. Aztán van még itt három darab fa dezodor, van itt két dry protect spray, ezek 48 órás dezodorok, ezek fújós dezodorok, amiket én nagyon szeretek, úgyhogy ezeket biztos, hogy el fogom majd használni. És van még itt egy fa dry protect cotton mist, ilyen golyós dezodor is. Én ezeket annyira nem szeretem, mert nem szeretem ezt a nedves érzést, amit hagynak egy ideig a hónajban maguk után, úgyhogy ezt majd valószínűleg édesanyámnak fogom adni. Ezen kívül van még itt a Schwarzkopf-tól az Essence Ultim termék családból három termék. Ez az Amber Plus Oil Anti-Breakage Oil-in Serum. Másrészt van egy sampon, illetve természetesen egy balzsam is. Azt írják, hogy ezek száraz, illetve törékeny hajra való. Hát igen, ez az én hajam. Úgyhogy ezeket biztos, hogy ki fogom próbálni. Érdekes, hogy ez ilyen spray kondicionáló, tehát nem az a szokásos hagyományos balzsam, hanem ez ilyen fújós, nem kell kiöblíteni, ami különösen pozitívum számomra. Volt még benne egy Sios Gloss Sensation, ami egy gyengéd hajszínkrém és 8 hetes tartóságot ígér. Én a fekete áfonya árnyalatot kaptam, ami nem az én színem, bár tervezem, hogy befestem a hajam, de ezt biztos, hogy el fogom majd valakinek ajándékozni. Illetve volt még a dobozban egy Schwarzkopf Got to be Made for Less Sculpting Spritz hajformázó spray, ami szabadjára engedi a benned rejlő művészt kócos és bozontos stílusú formákért. Hogyha jól sejtem, ez olyasmi, mint ezek az ilyen tengervizes sós sprék, tehát tulajdonképpen egy ilyen texturáló spré. Nekem van több hasonló termékem is, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt is bele fogom tenni a nyereményjáték ajándékcsomagába. No, és már majdnem a végén vagyunk, de még mindig van néhány dolog. Az egyik az az Art Deco Most Wanted Eyeshadow paletta a nude árnyalatban, ami, ahogy a nevében is benne van, egy természetes árnyalatokat tartalmazó szemfesték paletta. Láthatjátok, hogy nagyon szép színek vannak benne. Egyébként a mostani is sminkem elkészítéséhez is ezt használtam, és valószínűleg mire ez a videó fent lesz, addigra már a blogon is olvashattok róla bejegyzést, illetve kaptam hozzá egy Art Deco személy alapot is, amit én korábban nagyon sokszor használtam, és nagyon szerettem is. Ennek a palettának egyébként az a története, hogy nem olyan régen írtam ennek a palettának a smoky verziójáról egy tesztet a blogon, és nekem nem igazán jött be az a paletta, nem voltam elégedett a minőségével, a színek pigmentáltságával, és hát sajnos van ilyen, hogy az embernek nem jön be valami, és az Art Deco-tól elküldték nekem ezt a palettát, hogy hát ha ez a nude verzió jobban bejön majd nekem, úgyhogy ha elolvassátok a blogon a bejegyzést róla, akkor megtudhatjátok, hogy ez bejött-e nekem. Van itt még két újdonság a Max Factor-tól is, az egyik az a Miracle Match Foundation,
a Natural 50-es árnyalatban, amiről azt kell tudni, hogy táplálja a bőrt, illetve el is halványítja, hát gondolom az esetleges bőrhibákat. Én korábban egyébként használtam a Max Factornak a 3:1 alapozóját, most nem érdezem, hogy pontosan mi a neve, de azt nagyon szerettem, és valamiért ez arra emlékeztet egy kicsit, úgyhogy remélem, hogy ezt is szeretni fogom. Illetve kaptam még egy Max Factor Marilyn Monroe rúst is. Ez most egy új ajakrús kollekció a Max Factornál, amiben 4 gyönyörű vörös árnyalat van. Én a Marilyn Ruby Redet kaptam. Ez az eredeti árnyalat, amelyet Marilyn annyira kedvelt. Ikonikus szín, egy telt, igazi vörös árnyalat, amelyet Marilyn keltett életre. Úgy hozták létre a 4 árnyalatot, hogy minden nő megtalálja közöttük legalább azt az egyet, ami harmonizál az egyéni bőrtípusához. Tényleg egy gyönyörű szín. És végül, de nem utolsó sorban eljutott hozzám a Pure by Pixibox legújabb kiadása is. Csak röviden bemutatom, hogy milyen termékek voltak a dobozban, mert hogy elkezdtem őket kipróbálgatni, és néhány nap múlva olvashattok majd róluk a blogon. Volt a dobozban egy cellulit krém a Dr. Kellentől, ez a Reforma cellulit krém, ami tartósítószermentes, színezőanyagmentes és hipoallergén. Ez a narancsbőr elleni harcban hivatott segíteni. Én egyébként nem hiszek ezekben a krémekben, már mint egyedül ezek szerintem nem működnek, tehát ki kell egészíteni sporttal, illetve megfelelő étkezéssel, de hát ha segíthet, mert hogy bizony van nekem narancsbőröm. A következő termék, ami volt a dobozban, az egy Kalena fürdőtea, ez a Symphony elnevezésű, és ebben van bio-argánolaj, illetve különböző virágok is, ilyen anyagtasak, és ebben vannak benne a különböző növények, illetve az argánolaj, és akkor ezt kell gyakorlatilag a fürdővízbe beletenni, kicsit így át is lehet vele a bőrt dörzsölni. Egyébként nagyon ilyen természetes illata van. Volt még a dobozban egy Diseo Organic színezett anyagbalzsam, ami 100%-ban természetes és 90%-ban organikus. Én a 212-es Iris árnyalatot kaptam, ami egyébként egy ilyen hát lilásnak tűnő szín, de természetesen ez az ajkakon azért nem ilyen lila, hiszen ez igazából egy színezett ajakbalzsam, tehát láthatjátok, hogy nincs azért ennek annyira durva színe. Volt még a dobozban egy Aromax földi mogyoró olaj, ami higdatlan gyógyszerkönyvi minőségű földi mogyoró olaj, és ezt azt írták, hogy különösen száraz bőrre ajánlják, lehet használni testápolók, illetve arcápolók alkotóelemeként is. Én úgy olvastam, hogy ezt más olajokkal keverve érdemes használni. Hát ezt nem tudom, hogy én mennyire fogom tudni megvalósítani, de majd egy kicsit utána nézek, hogy mit is tudok ezzel kezdeni. Volt még a dobozban, bocsánat, de ezt én már szétszedtem, egy Coconut Oil Cosmetics ilyen kis szett, ajakápoló szett, amiben van egyrészt egy ajakradír, ezt is kipróbáltam már, de a véleményemet majd a blogon olvashatjátok, és ez pedig a hidratáló ajakbalzsam, tehát ez így szedben volt benne, ezt nem tudom megmutatni, de volt még a dobozban egy Damona zöld kávé tabletta is, ami ugye szintén abban segíthet, hogyha az ember ugye fogyni szeretne, akkor a megfelelő sporttal, illetve étrenddel, meg egy ilyen étrendkiegészítővel, akkor talán könnyebben és gyorsabban elérheti a célját. Hát én bízom benne, hogy így lesz, mert én most éppen nagy életmódváltásban vagyok, úgyhogy jól jön bármi, ami segít nekem. Ezzel el is fogyott minden, amit szerettem volna bemutatni nektek. Ne haraguljatok, hogy picit így siettem, meg próbáltam törgetni a dolgokat, de tényleg mindent szerettem volna bemutatni nektek. Mindenféleképpen írjátok majd meg kommentben, hogy mi az, amiről részletesebben is szeretnétek olvasni vagy hallani, és akkor ezeket igyekszem majd előre venni, vagy a blogon, vagy pedig valamilyen videó formájában. Aki pedig szeretne játszani a nyereményjátékon ezért a 4 darab terméket tartalmazó ajándékcsomagért, azt mindenképpen arra szeretném kérni, hogy olvassa el a videó leírásában található nevezési feltételeket, és akkor ennek megfelelően tudtok nevezni. Legyen szép napotok, és találkozzunk a következő videónál. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!